Let us allow the energy of the tones to continue. A tónusok energiája továbbra is maradjon velünk. As we sang in harmony together. Amint most harmóniában énekeltünk együtt. We created a field of coherence. És létrehoztuk a koherencia mezejét. We have a heart coherence with one another. Ezáltal szív koherenciát is létrehoztunk egymással. And we have created coherence between our heart and our brain. És megteremtettük a koherenciát a szívünk és az agyunk között. And for just these moments, allow us to continue to be in coherence with each other. Ezekben a pillanatokban hagyjátok, hogy megmaradjon ez a koherencia egymással. And let this bubble of coherence continue to go with us on the water. És hadd maradjon ez a buborékja koherenciának mindvégig velünk a hajón. And as it filters down into the water, it will continue to spread well beyond where we travel. És ahogy beszűrődik a vízbe, akkor mindenhová követ bennünket, ahová csak utazunk. Let us send the energy all the way upstream. Ezáltal küldjük most az energiát a folyó folyásán fölfelé. And let us send the energy all the way downstream. Illetve a sodrással ellentétesen is. And as far as it will reach on the left-hand side, let us send the energy there. És most először küldjünk energiát bal oldalra. And as far as it will reach on the right-hand side, let us send the energy there. És aztán most jobb oldalra is. Above, below, and next to us. És most küldjünk energiát felülre, lentre és a közelünkbe. We send the energy. Küldjük az energiát. Above, below, and next to us. Felfelé, lefelé és magunk mellé. We receive the energy. És meg is kapjuk az energiát. We allow the presence of the star mothers into our lives. Beengedjük a csillaganyákat az életünkbe. Greetings, dear ones. I'm Kryon, a magnetic service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim. Kryon vagyok, a mágneses szolgálattól. We are in Hungary, and we are floating on the Danube River. Magyarországon vagyunk, és éppen lefelé sodródunk a Dunán. Cruising upstream. De a sodrással szemben úszik a hajónk. And this is the second of four messages in Hungary this year. És ez most a második üzenetem abból a négyből, amelyet idén tartogatok Magyarországnak. The subject of the first channeling had to do with reflections. Az első közvetítés témája a reflexió volt. It was reflections of Hungary. Méghozzá a magyarországi reflexiók. What it meant to be a Hungarian. Hogy mit is jelent magyarnak lenni. And have esoteric knowledge. Hogy mit jelent az, hogy ezoterikus tudása van valakinek. Both of your past and the potential of your future. Hogy mit jelent ez a múltra nézve, illetve a jövő lehetőségeire nézve. And the subject truly was change of attitude. A valódi téma mégis inkább az attitűdváltás volt. Based on the new energy that's here. Ami a mostani új energiákon alapszik. Let this channel be about reflections. Szóljon ez a közvetítés is a reflexiókról. And now it becomes far more esoteric. Most már sokkal ezoterikusabbá válunk. My message is mainly for those on this boat. Az üzenetem főként azoknak szól, akik most a hajón vannak. But it also applies to everyone who might listen later. De mindenki másra vonatkozhat, aki később hallgatja majd. For this truly is a message for all. Mert hogy ez valójában egy mindenkinek szóló üzenet. But again, we center around the citizens of the country. De megint csak az ország polgárai köré épül.
It's about the Akash. Az Akash mindennek a lényege. Reflections of your Akash. Az Akashátokra adott reflexióitok. Now we're going to begin by explaining Akash and Akashic record. Azzal kezdjük, hogy elmagyarázzuk, mi is az az Akasha, mik az Akasha feljegyzések. Many of you have heard this before. Sokan már hallottak erről. Perhaps there's something new here. De talán valami új is elhangzik. Perhaps it's new in the way it works or the beauty of it. Talán újdonság abban, ahogy működik, vagy a szépségében. We use the word Akash to explain that which you have as memories of the past lives. Az Akashát általában úgy magyarázzuk, hogy előző életekről őrzött emlékeket jelent. So the Akash becomes the word for the soup of memories in all of the past lives you've lived. Tehát az Akasha tulajdonképpen az összes eddig megélt életetek emlékeinek a keveréke. Now you notice I said soup, I didn't say a linear recording. Tehát amikor keverékről beszélek, én azt a szót használom, hogy leves, ez egyértelmű, hogy nem egy lineáris valami. For Akashic memory is not linear. Mert ugye az Akasha emlékezet nem is lineáris. And it's not necessarily a memory of events, it's a memory of energy of those events. És nem is szükségszerűen eseményekről szólnak az emlékek, hanem azoknak az energiáiról. Here's another term. Itt egy újabb kifejezés. Akashic record. Akasha feljegyzés. Now this is a place where your memories are stored other than you. Ez egy olyan hely, ahol rajtad kívül tárolódnak az emlékeid. And this is where it gets complex. Itt kezd összetetté válni. Your Akashic record is known to this planet. Mert hogy az Akasha feljegyzéseidet az egész bolygó ismeri. It's actually stored in this planet in several places. Valójában a bolygón több különböző helyen őrzik. And the reason for that? Ennek az az oka. So you, when you return to this planet, you will pick up that record and continue with it. Hogy amikor visszatérsz a Földre, akkor ugyanúgy megtaláld azt az emléket, és folytatni tud vele a munkát. You see, it doesn't make sense that when you ascend or when you die, that your Akashic record would go with your soul. Annak nincs értelme, hogy amikor valaki felemelkedik vagy meghal, akkor az Akasha feljegyzése a lelkével tartson. It belongs to the existence you've had on earth. Mert ugye a létezéshez tartozik, amelyet átéltél a Földön. But when your soul returns, dear ones, the Akashic record is put right back into it. De amikor a lélek visszatér, kedveseim, akkor az Akasha feljegyzések visszakerülnek bele ugyanúgy. Let's talk about this Akash for a moment. Beszéljünk erről az Akashára egy kicsit. Kryon, if it's not a memory of events and energy, how does that work? Kryon, hogyha ez nem eseményekről őrzött emlékek összessége, akkor hogy működik? Let's explain something. Hadd magyarázzunk el valamit. Let's say that in this lifetime you have a fear of water. Mondjuk, hogy jelen életedben félsz a víztől. You don't want to live next to it, you don't want to swim in it. Nem akarsz víz mellett lakni, nem akarsz úszni. And you'd rather not see an ocean. És nem is nagyon szereted az óceán látványát. Or even a river. De még egy folyóét sem. Now a past life reader would diagnose this. Aki előző életekkel foglalkozik, diagnosztizálta. And he or she would say, well, that's because you carry the energy of your Akash of when you drowned. Hogy ez azért van, mert az Akashádban hordozod az emlékét egy olyan életednek, amikor megfulladtál. And you carry that into this life, and it is such a bad energy, you simply don't want to be in the water. És behoztad jelen életedbe, és ez egy annyira rossz energia, hogy nem akarsz a víz közelébe menni. So far, so good. Rendben is van idáig. However, de, does that mean that every human being who's ever drowned is going to be afraid of water in the next lifetime?
azt jelenti ez, hogy bárki, aki valaha is megfulladt, következő életében mindig félni fog a víztől? The answer is no. A válasz nem. What you don't know, amit ti nem tudtok, is the Akashic record is a build-up of the same kinds of energies that then affect you in this life. Hogy az Akasha feljegyzés ugyanolyan energiákból épül fel, mint amilyenek hatással vannak rád az életedben. If you really are afraid of water in this life, és hogyha te valóban félsz a víztől ebben az életedben, the chances are you've drowned at least 5 times. Akkor az azt jelenti, hogy legalább 5-ször fulladtál már meg. It amplifies itself. Mert hogy az energiák felerősítik önmagukat. For you or the reader, it seems like one event. És lehet, hogy azt hiszed, hogy csak egy eseményről volt szó. So the Akash works in this fashion. Tehát így működik az Akasha. The things that are repeated over and over in your lives. Azok a dolgok, amelyek újra és újra megismétlődnek az életedben. Carry a much greater influence in this life. Sokkal nagyobb befolyást gyakorolnak majd a következő életedre. It's difficult if I ask you, well, what does your Akash say today? Persze nehéz, ha azt kérdezem, hogy mit mond mára az akásátok. You would simply look at me and you'd say, I don't understand. Csak rám néznétek és azt mondanátok, nem értem a kérdést. That's because the Akash does not actually speak to you. Ez azért van, mert az akása nem beszél hozzánk. But it influences you. Hanem befolyásol minket. Now some spiritual systems talk about the Akash in interesting ways. Sok spirituális rendszer beszél az akásáról nagyon érdekesen. They will tell you that these are actions, both negative and positive, that you carry into the next life. Például azt mondják, hogy ezek valójában tettek, pozitívak vagy negatívak, amelyeket magatokkal visztek következő életetekbe. And they'll call it karma. És úgy hívják, hogy karma. And they will say this then has to be correct in order for you to ascend or move forward. Aztán azt mondják, hogy a karmát úgymond ki kell javítani, hogy aztán képesek legyetek fölemelkedni vagy tovább lépni. But they're still dealing with the Akash. De ennek is még mindig köze van az akásához. Things that happened in your past lives. Múlt előző életetekben történt dolgok ugyanis. So if I ask you to reflect on your Akash, tehát, hogyha azt kérem, hogy reflektáljatok az akásátokra. Let's look at what you are either having trouble with. Akkor azt nézzük, vagy azt nézzük, hogy mivel van gondotok. Or perhaps you think about. Vagy azt, hogy mind gondolkodtok. Or perhaps you dream about. Vagy hogy miről álmodoztok. That really doesn't make much sense to your existing life today. Akkor annak a mostani életetekre nem sok hatása van. This is how the Akash works. Így működik az akása. So I'm going to ask you right now on this boat, what is the reflection of your Akash, Hungarian? Akkor most fölteszem a kérdést ezen a hajón, hogy milyen a reflexiótok az akásátokra, magyarok. Let me give you another axiom or rule of the way Akash works. Hogy mondjak el egy újabb axiómát, vagy alapszabályt arról, hogy hogy működik az akása. The system of past life experience is one that will put you in the same place over and over and over and over. Az előző életek rendszere sodor benneteket sokszor ugyanabba a helyzetbe újra és újra. Let me tell you why. Hadd mondjam el miért. This is an honoring of the human being. Ez tiszteletadás az emberek felé. So you return to the same culture. Hogy visszatérhessetek ugyanabba a kultúrába. With the same language. Ugyanahhoz a nyelvhez. Often with family members. Sokszor a családtagjaitokhoz. It's not that uncommon for grandchildren to be reincarnates in their own family. Nem ritka, hogy az unokák aztán majd visszaszülessenek a családba nemzedékekkel később. Some mothers and fathers will see their grandchildren and recognize something from their parents.
Így aztán sok szülő meglátja a gyerekeit és felismeri bennük a szüleit. It's not uncommon for them to follow the lineage of your own family. Soha nem szokatlan, hogy valaki a saját családja vérvonalába szülessen vissza. Again, this is an honoring of the human, so it's not difficult to return. Ez megint csak tiszteletadás az embernek, hogy ne legyen nehéz a visszatérés. Every time you come back to this planet, valahányszor, amikor visszatértek erre a bolygóra, you have to learn a language from your parents. Meg kell tanulnotok egy nyelvet a szüleitektől. You must learn to read that language. Meg kell tanulnotok olvasni. You have to understand those around you. Meg kell értenetek a titeket körülvevőket. And you have to figure out life as a child. És fel kell fedeznetek, hogy hogy működik az élet még gyerekkorban. Do you see the sense of that when I say you come back to the same culture over and over? Akkor most már biztosan látjátok az értelmét annak, hogy mindig újra és újra ugyanabba a kultúrába tértek vissza. So when we make the statement you are often your own ancestors, you'll see what we're saying. Tehát amikor azt mondjuk sokszor, hogy ti a saját őseitek vagytok, akkor most már értitek, hogy mire gondolunk. So knowing that, Hungarian, tehát ennek tudatában, magyarok, what have you experienced personally here? Mi az, amit ti személy szerint megtapasztaltatok? And the answer is just about everything. A válasz szinte mindent. Your Akash has gone through so much. Az akássátok annyi mindenem ment már keresztül. And it creates quite often a fear in everyday life. És nagyon sokszor ezért félelmet hoz létre a mindennapi életben. That it's gonna happen again. És ez a félelem attól, hogy minden rossz újra megtörténik. Some of you carry a very strong akash of a fearful life. Sokatoknak nagyon erőteljes akásája van egy félelemmel teli életről. You're afraid to step out and be noticed. Féltek attól, hogy előre lépjetek, hogy észrevegyenek titeket. Perhaps you're afraid to laugh a little loud. Lehet, hogy még attól is féltek, hogy hangosan nevessetek. You realize where this comes from? Tudjátok, rájöttök, hogy ez honnan ered? It does not come from today's culture. Nem a mai kultúrából fakad. It's a reflection of your own akash. Hanem reflexió a saját akásátokra. Let's say you've been living in the Carpathian Basin for a long time. Tegyük föl, hogy már nagyon régóta éltek a Kárpát-medencében. How many of you remember the Turks? Ki emlékszik a törökökre? How long have you been here? Milyen régóta vagytok itt? You have an akashic record, which is amazing. Van egy olyan akása feljegyzésetek, ami egészen lenyűgöző. And it knows the land. És jól ismeri ezt a földet. It's in love with the land. Szereti ezt a földet. No wonder you're attracted to the portal we are passing. Nem csoda, hogy vonzódtok ahhoz a portálhoz, ami felé közeledünk. No wonder you recognize the ley line of the Danube. Nem csoda, hogy felismeritek a lejvonalat a Duna alatt. Your Akash contains many of these trips. Mert hogy az akásátokban számos ilyen utazás van. Every single one of you here. Mindenki, aki most itt van, has been the other gender. Már volt más nemű is. Women. Nők. You've all been warriors on the battlefield. Ti mind voltatok már harcosok a harcmezőn. Some of you women know it. Néhányan közületek ezt tudjátok is. You are still ones of a warrior nature. Mert még mindig megőrzitek a harcosok természetét. Men, every single one of you has given birth. Férfiak, ti már mindannyian adtatok gyermeknek életet. You may not remember the pain. Talán nem emlékeztek a fájdalomra. But you remember that beautiful feeling of the infant emerging from you and the love and the grandeur of new life. De emlékeztek arra a csodálatos pillanatra, amikor megszületett a kisbaba és rácsodálkoztatok az élet csodájára. That's in your akash. Ez is benne van az akásátokban. Why am I telling you this? És miért is mondom ezt? Because there are those who would think you are shaped completely by your past.
Mert vannak, akik úgy gondolják, hogy titeket teljes mértékben a múltatok határoz meg. Kryon, if I've lived through the history of Hungary. Kryon, én átéltem Magyarország történelmét. What chance do I have today to think positively? Milyen esélyeim vannak ma arra, hogy pozitívan gondolkodjak? That's what I want to talk about. Erről szeretnék most beszélni. There is a new energy on this planet that is affecting esoteric principles. Új energia van most jelen ezen a bolygón, amely hatással van az ezoterikus elvekre. And this is controversial even to those who are esoteric. És ez még az ezoterikus gondolkodásúaknak is ellentmondásos. And they would argue. Úgy érvelnek. The esoteric is a relationship to the creator. Hogy az ezotériának van kapcsolódási pontja a teremtővel. How can that change? Ez hogyan változhat meg? That's a relationship of human consciousness to the God consciousness. Hiszen ez az emberi és az isteni tudat összekapcsolódása. They would say that's an absolute. Sokan azt mondják, hogy ez egy abszolútum. And you can't then say that that's changing. És arra nem lehet soha azt mondani, hogy ez megváltozna. Except that it is. Kivéve, hogy igen. And the reason is because your consciousness is changing. És ennek az az oka, hogy a ti tudatotok is változik. So that relationship of human consciousness to God starts to shift when your consciousness starts to shift. Tehát az emberi és az isteni tudat összekapcsolódása is megváltozik, ahogy a tudatotok változik. And here's the point of this reflection channel. És most itt van az igazi mondandója ennek a reflexióról szóló közvetítésnek. This new energy is filled with tools and things that you didn't expect that are new. Ez az új energia tele van olyan eszközökkel, amelyek újak, és olyan lehetőségekkel, amikre nem számítottatok. Kryon, what do you mean by tools? Kryon, mit értesz eszközök alatt? A human stands there and looks at a hammer. Áll egy ember és bámul egy kalapácsra. And has free choice to pick it up and learn how to use it or not. És megvan a szabad döntési joga, hogy fölvegye a kalapácsot és használja vagy ne. Spirit deals with you in free choice. A lélek, a szellem mindig a szabad akarat révén vesz veletek föl kapcsolatot. God does not place things upon you then make you do something. Isten nem terhel rátok dolgokat, nem kényszerít arra, hogy valamit csináljatok. The beautiful angel of spirit will come and present the tools. Hanem egyszerűen elérkezik a szellem gyönyörű angyala és prezentálja nektek az eszközöket. The angel will say to you. És azt mondja az angyal. It doesn't matter what your Akash has been through. Hogy mindegy, hogy mi ment keresztül az akássátok. Here's one of the tools. Itt van egy eszköz. To avoid the negative things and to enhance the positive things that have happened to you through the ages. Hogy elkerüljétek a negatív dolgokat és felerősítsétek a pozitívakat, amelyek az idők során történtek veletek. There were times when you spent the night laughing and enjoy with friends. Igenis volt olyan idő, amikor az egész éjszakát ébren töltöttétek barátokkal, nevetgélve, szórakozva. Take that joy and put it upon yourself today. Vegyétek tehát ezt az örömöt és újra érezzétek ma át. The joy of birth. Vagy a születés örömét. The memory of something like that. Vagy egy ehhez hasonló emléket. Fills you with joy, doesn't it? Megtölt benneteket örömmel, nem de? Looking at the infant for the first time? Milyen csodás egy újszülöttet először meglátni. Can you remember that? Both genders? Erre mindkét nembeliek emlékeznek. Like? Tudják, milyen érzés. Here's a tool. Ez is egy eszköz. Put that joy and magnificence on your life today. Hogy a mai napon is belehelyezzétek az életetekbe ezt az örömöt és ezt a csodálatosságot. Kryon, what about all the things that I've gone through that are I don't want to talk about? De Kryon, mi van azokkal a dolgokkal, amiken keresztül mentem, amikről beszélni sem akarok? What all the times that I suffered?
az összes szenvedéssel. The times that I was killed. Amikor megöltek. Or separated from a family. Amikor elszakítottak a családomtól. And the angel says to you. És azt mondja erre az angyal. Here's a new tool. Itt egy új eszköz. And this tool will take all of those things and push them down so you won't remember them. Ez az eszköz elveszi tőled ezeket a dolgokat, és jó mélyre lenyomja, hogy ne kelljen emlékeznetek rá. Imagine an energy that allows you to manipulate your Akashic record. Képzeljétek el egy energiát, amelyel képesek vagytok manipulálni az Akasha feljegyzéseket. And why should such a thing be possible? Hogy lehet lehetséges ilyesmi? And the answer is to honor humanity in a new energy and help them go into magnificence. A válasz, hogy az emberiség az új energiában megkapja a nekijáró tiszteletet és át tudja élni újra a csodát. Think about it. Csak gondolkodjatok el ezen. It's tough to go forward in new experience if you're going to drag the old stuff with you. Nagyon nehéz előre jutni az új tapasztalatokban, hogyha mindig régi dolgokat kell cipelnünk magunkkal. And your Akash becomes that old negative baggage. És az akásátok egy régi negatív csomaggá válik. And now you can start to drop it. De most már elkezdhetitek egyszerűen elengedni. What if you only remembered the good things, the wise things, the learning, the maturity? Mi lenne, ha csak a jó dolgokra emlékeznétek, a bölcsességre, a gyarapodásra, az érésre? That is your lineage. Ez a ti valódi örökségetek. I said it before. Ezt már korábban is mondtam. The sun is coming out here. Már kezd rátok sütni a nap. For Hungarians and old souls. A magyarok öreg lelkek. That is a metaphor. Ez egy metafora. For energies you have not seen before in any of your lives. Olyan energiák jönnek, amiket még nem láttatok korábbi életeitekben. This may be the first life. Ez lehet talán az első élet. Of a free Hungary. Amelyben igazán szabad Magyarország. Think of what you might carry in your Akash. Gondoljatok csak bele, hogy mit hordoztok az akásátokban. And the angel says to you, és azt mondja nektek az angyal, it's a new energy. Ez egy új energia. New abilities. Új képességek. New tools. Új eszközök. Let the reflection of your Akash be remembering joy. Az akásátok hadd emlékezzen az örömre. Free choice. Ez szabad akarat kérdése. Means you have to pick up the hammer yourself. Ez azt jelenti, hogy ti döntötök arról, hogy fölveszitek-e a kalapácsot. You got my interest, Kryon. How do I do that? Felkeltetted az érdeklődésem, Kryon. Hogy kell akkor ezt? Do you believe God knows your name? Hiszed, hogy Isten tudja a neved? Much more than that, dear one. Ennél még sokkal többet is tud. You may have an entourage around you. Lehet, hogy kíséret vesz körbe. Leaning forward. Előre hajolva. And listening. És figyelve. Waiting for you to say it. És arra várva, hogy végre kimond. Dear spirit, you might say. Mit kell mondanom, kedves szellem? I want to pick up the tools. Azt, hogy fel akarom venni az eszközöket. I don't know what they are. Nem tudom, milyen eszközök ezek. But I know they exist. De tudom, hogy léteznek. Take my hand. Fogjátok a kezem. And lead me through it. És segítsetek, vezessetek. That's how it's done. Így kell ezt csinálni. And if you doubt that, és hogyha kétségeitek vannak, you should try it. Akkor csak próbáljátok ki. With pure intent, mean it. Egyszerű, tiszta szándékkal. Gondoljátok komolyan. And watch your life change. És csak figyeljétek, hogy változik az életetek. And so it is. És ez így van.